Szép napot, csodálatos életet kívánok a kedves hallgatóknak. Németh Nyiba Sándor vagyok, és a következő egy órában az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok. Nagyon bízom benne, hogy majd tetszenek a zenék is, hiszen olyan zenéket szeretnék válogatni, ami majd megnyeri a tetszéseteket. De bízom abban is, hogy a vendégem is olyan szépeket mond, olyan jó gondolatokat, hogy azt mondjátok, hát rendben, ez egy jó műsor. Ha viszont nem így lesz, akkor szóljatok rám, írjátok meg, és akkor változtatunk. Tehát, ki is a mai vendégem? Egy nagyon érdekes ember. Sümegi Ferencnek hívják, birkózó, dzsúdós, dzsúdó Európa-bajnokságon, világbajnokságon szerzett bronzérmet. Mellette keletkutató, mondhatom azt is, hogy egyetemen is ilyen végzettsége van, és még hozzátettem azt is, hogy volt már nyomozó is. És annyira sokszínű ember, hogy egyszerűen nem tudom elmondani ilyen röviden. Tehát maradjunk annyiban, hogy Feri barátomat megkérdezzük, hogy egyáltalán erre a világra készültél, hogy ide szüles, vagy valahova máshova. Mert ez az életút, ez nagyon csodálatos, amiket így röviden elmondtam, mert ez csak egy részlet volt. Köszöntöm a hallgatókat. Hát szép szavak voltak. Én nem is tudom, hogy ide születtem, vagy nem, de egy biztos, hogy nagyon kalandos életem volt. 54 éves vagyok, de hát szóval velem itt már minden történt. Amit elmondtál, ez mind igaz, és ennek még csak a tizede az, amit hallottunk. Na de Ferikém, hát Élő Legenda Őskövület című műsorról beszélünk. Hát ide nem jöhet be bárki. Itt nem úgy van, hogy behívjunk valakit az utcára, és akkor itt elkezdünk beszélgetni vele. Hát itt azért elég nagy nevek fordultak már meg. Ha valaki viszont úgy magában nem nagy név, vagy nem ismert, akkor mindenféleképpen a munkásságának olyanak kell lenni, ami alkotó, és aki, ami előbbre viszi a magyar nemzetet. Hát te egy ilyen ember vagy. Akkor ezt is kezdjük talán kicsit előbbre, hogy, mert azt el is felejtettem mondani, hogy te tulajdonképpen zene iskolában jártál, tehát zene általános iskolában, tehát általános iskolában zenét tanultál. Akkor halljunk az elején erről, és utána egyből ugorjunk át arra, hogy hát most már ha nézem, mennyi vagy, 170 kiló, 180? Plusz áfa. Plusz áfa, akkor mennyi pontosan? 80. 180 kiló vagy, Ferikém. De akkor, mikor ejtőernyés voltál, akkor 80 kiló körül 80. lehettél. Akkor kezdjük először a zenénél, és folytassuk az ejtőernyőnél. Hát meg sem fordult a sportolás a fejembe, meg az se, hogy birkózó vagy dzsúdós legyek. A szüleim mindenáron azt akarták, hogy énekes és zongora művész legyek leginkább. És a Bajza utcai zene általános iskolába jártam. Hát azt mondták, hogy nagyon ügyes és nagyon tehetséges vagyok. Nem voltam egy jó gyerek, ezért eltanácsoltak abból az iskolából, és ahogy a váltás hogy történt, az egy nagyon érdekes dolog. A Zeneakadémián több ilyen gyermek zongoraversenyt, meg énekversenyt nyertem, akkor kötelező volt, ugye a zenészek tudják, a szolfés, a furúja, tehát az ének, a furúja és a szolfés tanulása kötelező zongoraórákon kívül plusz kötelező tantárgyak voltak. Na de elkerültem a Labda utcai iskolába, és ott történt tulajdonképp a váltás, mert az egyik szünetben ugye, mint ötödik osztályos fiúk összevesztünk, összeverekedtünk egy osztálytársammal, és az megvert, és ez engem nagyon zokon vettem. És egy másik, aki már akkor birkózni járt, akkor azt mondta, hogy gyere el birkózni, fél év múlva megvered őt. Na hát így történt a váltás. Közben annyira beleszerettem a birkózásba, hogy én teljesen elfelejtettem a zenét. De úgy, ahogy volt, hazugságokba keveredtem otthon. Édesapám meg édesanyám nagyon sokszor megvert ezért. De Isten igazából csak akkor volt a megbocsájtás számomra, hogy nem lettem zongora művész, amikor úttörőolimpiai bajnok lettem. És utána innen indult meg tulajdonképp az egész kalandos élet velem. Nagyon sokat köszönhetek a birkózásnak. A birkózásban lévő vezetőedzőimnek, barátaimnak, de mondom, szóval hangsúlyozom, innen indult meg a kalandok kalandjai. Ferikém, akkor ezek szerint nagyon büszke lehetek magamra, hogy Deep Lesson zenéket is hallgatsz, mert hát ugye egy ilyen zeneileg művelt ember hallgat, az nem mindegy, mint hogy olyan hallgat, akinek nincs hallás, és egyáltalán csak van. Mert ugye azért olyan könnyű a magyar zeneipart jobbra-balra
mozgatni, mert ugye hát az emberek többségének nincs hallása, és viszont a nagy gond az, hogy olyan emberek kerülnek oda, akik esetleg lejátszák ezeket a bizonyos zenéket, akiknek viszont szintén nincs valami jó hallásuk, és aztán elviszik az egész nemzetet rossz irányban. Egyetértek vele máskülönben. Engem már kicsit idegesítőnek is tartom a különböző médiákban megjelenő mega és gigasztárokat, akik jönnek, és utána egy év múlva azt se tudjuk, hogy kik ők. Nem is kívánok itt neveket mondani, de teljesen egyetértek ezekkel a dolgokkal. Verikém, akkor lehet, hogy nem csak élőlegenda vagy, hanem még egyformán is gondolkodunk. Tehát az Élőlegenda őskövület című műsort halljátok a 98-as megahertzen a Civil Rádióban. Maradjatok velünk továbbra is, hiszen ez a műsor egy órán keresztül tart. Sümegi Ferenc keletkutató a vendégem, Európa-bajnoki, világbajnoki, bronzérmes judóban, és hát birkozó is volt, nyomozó is, ejtőernyős, zeneiskolában is járt, tehát maradjatok itt, mert érdekes dolgok következnek, most pedig ha már itt vagy, Ferikém, és ha birkóztál, és birkózol is néha az élettel, akkor szóljon a Küzdőtér című dal, mely a birkózásról szól és énekeli. Viki Dál Gyula. Ezer éve az ember a földön jár, az emberrel egy időben a küzdelem honra talált. Nemzedékek sorsa, hogy a borba a harc során, a harc az életedért. Ősapáim bírták, újra vívták, ez ma a birkózás. Iszad a tested a kintól, de gyűrök, mert győzni akarsz. Úgy érzed, nem bírsz már többet, de a véredben ízzik a harc. Megjelent a bolygón, ősi földön a birkózás. Megjelent a bolygón, Sumer földön a birkózás. Megjelent a földön, ősi földön a birkózás. És születtek ókori olimpiák, a történelem írta át a győzelem himnuszát. Örjöng a közönség, áldás küzdelmek a szőnyegen a végső győzelemért. Megjelent a bolygón, az ősi földön a birkózás. Ez ma a küzdőtér. Megjelent a földön, az ősi földön a birkózás. Megjelent a földön, az ősi földön a birkózás.
megjelent a földön, az ősi földön, ez ma a bítozás. Szép napot, csodálatos életet kívánok továbbra is. Ezt azért mondom el ilyen gyakran, mert mindannyian tehetünk arról, hogy szebb és jobb legyen a világ, és hogyha ezt sokszor elmondjuk saját magunkban, és társaink is hallják, akkor talán ők is elkezdenek ebben az irányban gondolkodni, és akkor előfordulhat az is, hogy jobb lesz a világ. Tehát a 98-as megahertzen az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok, és vendégem Sümegi Ferenc, dzsúdós, birkózó, keretkutató, és hát mellette nyomozó, és zeneiskolába járt, meg minden, amit akarunk. Ferikém, akkor maradjunk az ejtőernyőnél. Tehát hogy történt ez, hogy te elkezdtél ejtőernyőzni? Hát ez egy nagyon érdekes dolog is, de nagyon rövid ideig tartott ez a pályafutás, mert a Budapest Honvéd válogatottja voltam, amikor kitaláltam, hogy ejtőernyős leszek. Ez azt hiszem, hogy még most is sik, hogyha valaki azt mondja, hogy ejtőernyős vagyok, leszek. Természetesen akkor még a sorkatonaság előtt álltam, és nagyon szerettem volna, hogyha Szolnokra kerülök, a mélységi felderítőkhöz, a légideszanthoz. Elmentem ejtőernyőzni. Akkor még volt az MHS, és az MHS-nek voltak ejtőernyős szakosztályai. Ott kezdtem. És hát nagyon boldog voltam. Itt meg kell mondanom, hogy párhuzamosan, tehát én nem vesztettem el a birkózást. Ugyanúgy válogatott szinten birkóztam, ezt olyan kiegészítőnek tartottam, és már akkor megfordult a fejembe, hogy lehet, hogy hivatásos állományban ott maradok, és ugye hát mint fiatal srác, 18-20 éves srác, mondom, birkózok, majd kiöregszek, de közben időközben kiképzem magamat, és majd itt leszek mélységi felderítő. Szóval elképzeltem magamnak, mint minden tínédzser fiú ezeket a dolgokat. És meg kell jegyeznem, hogy olyan személyiségekkel ismerkedtem ott is meg, aki aki most nagyon nagy ember, akkor is az volt, de például Gajdán Miklós ejtőernyős ezredes 7500 ugrással. Akkor ő neki még nem volt ennyi, de ugrató parancsnok volt, de hát akkor senki nem gondolta, hogy ezredes lesz valami is a Miklós. De mindegy. A lényeg az, hogy nagy szerelem volt. Hibáztam a magam szempontjából, mert a Budapesti Honvéd vezetőedzőjének, Hoffman Géza bácsinak eldicsekedtem, hogy ejtőernyős vagyok. Hát a Géza bácsi összevonta a szemöldökét, nem szólt semmit rá, hanem ő meglépte azonnal a szükséges dolgokat, hogy ez nehogy valami sérülés érjen. Elment a Honvédnak az elnökéhez, a Honvéd elnöke átszólta az MHS elnökének, és ezzel a mozdulattal vége is lett az én ejtőernyős pályafutásom, mert mondták, hogy olimpiai keret, aki TB-re, VB-re készül, hogy néznek ki ezt, hogy egy ugrásnál, egy más sportágból kiugrik a térde, eltörik a lábcsontja, a bokája. Szóval így lett vége az ejtőernyős pályafutásomnak. Hogy én is tudjak valami hasonlót mondani, Hoffman Géza bácsi zseniális edző volt, nagyon jó pedagógus, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok birkózót nevelt fel, nem szeretném most felsorolni, Bárdos és Sanyin keresztül Kovács István világbajnokon, és hát sorolhatnám a végtelenségig, Klinga László is az ő keze alatt dolgozott, és hát jó magam is, és őszinte megmondom, velem is megtette a dolgot, amikor úgy érezte, hogy sok olyan dolgot teszek, ami nem odavaló a birkózás, tehát nem való a birkózás közelében, akkor szépen fogta magát, és laktanya fogságban záratott engem is, és nem engedett ki. Igaz, hogy én akkor el szerettem volna menni máshova, mert akkor még én naív voltam, és arra gondoltam, hogy a pénz az nagyon-nagyon fontos dolog, és ott nagyon sok pénzt ajánlottak nekem, megfeledkezve arról, hogy Hoffman Géza bácsinak mennyit köszönhetek, aki engem megtanította szépre, jóra és a tudásra, a technikákra, akivel egyébként a testnevelési egyetemen éveken keresztül együtt tanítottam, és nagyon sokat tanultam tőle, mint tanártól is, mint mestertől. Sőt, a három birkózó oktató filmemen vele együtt csináltuk magát a terminológiát. Ennyi volt a kitérő, tehát az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok, most pedig Feri barátomnak, Sümegi Ferencnek lejátszunk egy dalt, melynek címe Judo Himnusz, tehát 100 éves
a magyar judó, hiszen most volt 100 éves a magyar judó. Ez a dal elhangzott a sportkastélyban annak idején, angolul és magyarul. Itt volt Sasaki mester unokája, és örültem, hogy ott én felléphettem, és ott lehettem, és előadhattuk ezt a dalt. Tehát szóljon akkor a judó himnusz. Jocke, Rej! Az Élő Legenda őskövület című műsort halljátok a 98-as megahertzen. Tehát a civil rádiót halljátok, nehogy megtévesszem benneteket. Ez nem egy másik rádió, ez a civil rádió. És az Élő Legenda őskövület. Vendégem pedig Sümegi Ferenc. Nyomozó, birkózó, judós, judó Európa-bajnoki, világbajnoki bronzérmes, és mellette keletkutató, és hát, hogy belegondolunk, hogy milyen sokszínű is Feri,
azért hozzátartozik az is, hogy ilyen, hogy buddhista főiskola, ELTE BTK belső Ázsia tanszék, kutatások, Törökország, Irán, Közép-Ázsia, legfőbb Üzbegisztán. Tehát ha jól olvasom, akkor mongol és török népek hódító útjaikról kutattál. Na akkor, Ferikém, csapjunk bele itt egy kicsikét, mert attól félek, hogy valaki még elkapcsolja, mert azt hiszi, hogy te nem vagy egy komoly ember. Akkor tudjuk meg, hogy mennyire vagy komoly. Akkor halljuk, hogy hogy kell elképzelni egy ilyen kutatást, mi pénzbe kerülnek ezek, és hogy jutottál ki, és miért vagy te ilyen ember? Hát a buddhista főiskola, tehát ez egy nagyon érdekes, legelőször a testnevelési főiskolát végeztem, utána a rendőrtiszti főiskola tisztképzőjét, és utána, miután leszereltem a belügyminisztériumból, Németország, Hollandiában dolgoztam kint másfél évig, hazajöttem 5 hétig itthon, utána visszamentem, egy szaudi hercegnek voltam a testőre, Khalidnak, és amikor hazajöttem sok pénzzel, nagyon sok pénzzel, nem volt drága semmi. Tehát én nem, még azt sem lehet mondani, hogy az életben nem játékgépeztem. Tehát nem ilyenre mentek el a pénzek, hanem így elosztogattam a barátaimnak, szó szerint. És utána, mire körbenéztem, már nem volt semmi. És nem tudom, hogy mi történt, hogy történt. Akkor a buddhista főiskolának a rektora Farkas Pálnak hívták, és a televízióban láttam egy nyilatkozatát, és annyira megnyerő egyéniség volt Farkas Pali, hogy elhatároztam, hogy jelentkezek a buddhista főiskolára. Na ez nem azt jelenti, hogy valaha is megfordult a fejemben az, hogy a teológiai tanulmányaim során buddhista leszek, hanem inkább mindig is azt mondtam, hogy a buddhizmusnak a kultúrtörténete, de ugyanígy érdekel, de ugyanígy vagyok az iszlám kultúrtörténetével is, illetve ezeknek ahogy az előbb is fogalmaztad, a mongol és török nyelvű népek hódító háborúi azért inkább érdekelnek, de amerre ők mentek, azok mind iszlám területek, illetve iszlamizálták őket. Tehát az iszlámot és a buddhizmust, hogyha összehasonlítod, melyikben mi a jó és mitől nagyon mások mégis? Hú, nem szabad összehasonlítani. Ez a legfontosabb, hogy nem szabad összehasonlítani. Az iszlámot egy vallásnak lehet felfogni, a buddhizmust pedig egy életfilozófiának lehet felfogni. Akkor a te elméleted szerint mi az, ami nagyon jó az iszlámban, és mi az, ami neked nem tetszett? És akkor utána áttérünk a buddhizmusra. Hú, ne tegyél fel ilyen kérdéseket, elmondom miért, mert annyira szeretem, és olyan nehezen válaszolnék, hogy mi az, amit szeretek, mi az, amit nem, hogy jó, például az iszlámban és a buddhizmusban is a figyelem, a koncentráció, a önuralom. Az önuralom. Igen, hangsúlyozom, az iszlám kultúrtörténete érdekel, tehát nem szeretnék iszlám fundamentalista vallási irányzatokba belekeveredni, és épp ezért távol is tartottam magam mindig attól, hogy az iszlámmal kapcsolatos megnyilvánulásokba én is részt vegyek. Tehát úgy, hogy mint politikai megnyilvánulásokra gondolok. Nagyon könnyen ráverik az iszlámra a cinket, hogy na, hogyha te muzulmán vagy, akkor terrorista vagy, na, hogyha te onnan jöttél, akkor terrorista vagy. Nem. Azok egy ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanúgy szeretnének békében élni, mint mi. Igaz, nagyon sok, nem is nagyon sok, egy bizonyos réteg van, amiket úgy azt mondják, hogy fundamentalisták, illetve kapcsolódnak a terrorizmushoz. Rádióban nem szabad ilyet mondani, inkább nem is mondom, hogy milyen alakok ezek, de maga az iszlám a békét hirdeti, tehát nem hirde. A Korán nem mond ilyet ki, hogy háború. Igen, én is úgy gondolom, egy tanult barátnám a következőket mondta, hogy legtöbbször megtéveszti az embereket az, amiket látnak a televízióban, mert ezek nem így vannak, hanem ott nagyon-nagyon rendes emberek vannak, nagyon normális gondolkodó emberek vannak, csak van néhány ember, aki talán ilyen szélsőséges, és ezeken keresztül visszavetítik
ezt a negatív dolgokat a népre, és akkor azt mondják, hogy ezek milyenek. És ő azt mondta, hogy ezeknek a népeknek meg kell ismerni a kultúrájukat, a felfogásukat, meg kell tanulni velük élni, és megérteni a gondolkodásokat. Ha a gondolkodásokat megértettük, akkor onnétől kezdve nem gondolunk róluk olyanokat, mint amiket egyesek mondanak. Tehát az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok a 98-as megahertzen a Civil Rádióban. Most pedig akkor halljuk énekelni Keresztes Ildikót. A dal címe Emlék, már csak azért, mert néha az elmúlásra is kell gondolni, hiszen nem vagyunk karonülő csecsemők. Az életet adtad nekem, napokig bolyongtunk a parton, minden jó volt veled. Átöleltük a világot, semmi nem számított, elszólított a végtelen, itt hagytál engem. A lelked.
Az Élő Legenda őskövület című műsort halljátok a 98-as megahertzen a Civil Rádióban, és vendégem Sümegi Ferenc, nyomozó, dzsúdós, birkózó, Európa-világbajnoki bronzérmes, és hát keretkutató, és egy nagyon érdekes ember, és mellette mondhatom azt, hogy a barátom, és hát ilyen beszélgetés során döbbenek rá arra, hogy mennyi jó ember van a világban, és mennyi érdekes, és hogy mennyi életre lenne szükségem, hogy ezt a sok barátot, ezt a sokféle stílus, sokféle gondolkodást magamévá tudjam tenni, és legyen időm értékelni az ilyenfajta embereket, mint például Sümegi Ferenc. Tehát, Ferikém, akkor ugye ott vagyunk kint, és most bővebben beszélj nekem a buddhizmusról, mert nagyon-nagyon sokan szimpatizálnak a buddhizmussal, és tudjuk meg egy kicsit többet, hogy mi is az a buddhizmus? Kultúrtörténetileg csak annyit lehet elmondani, hogy Buddha egy élő személy volt, akinek ezt az egész irányzatot tudhatják. És az, hogy ilyen színessé vált a buddhizmus, mert ugye ez Észak-India, tehát India északi részén terjedt el, majd utána terjedt tovább Kína, Korea, Dél-Kelet-Ázsia, Japán, a mai a napjainkban ugye meghódította előbb, tulajdonképpen először az Egyesült Államok felé hódította meg bizonyos embereket. Utána átjött Európába, Anglia nagyon erős bázis, de én most is azt mondom, hogy nagyon sok ember a buddhizmus divatból veszi föl. Valahogy divattá vált a buddhizmus. A buddhizmus tulajdonképp a megismerés és az önmegismerésnek a hitvallása, az út keresése. Én nem hiszem el, hangsúlyozom, van egy-kettő kivétel, de nem hiszem el azt, hogy mondjuk egy 18 éves, vagy 19, vagy esetleg egy 20 éves gyerek olyan élettapasztalattal rendelkezzék, hogy azt mondja, hogy én buddhista szeretnék lenni, tehát a buddhista vonalat szeretném vinni. Magam is tapasztaltam a buddhista főiskolán, hogy nagyon sok olyan fiatal, a legidősebb tanuló voltam. Tehát nagyon sok olyan fiatal volt a buddhista főiskolán, aki azért jött oda, mert buddhizmusról könyveket olvasott, a tibeti lámákról könyveket olvasott, és azt hitte, hogy azokat ő mind meg tudja csinálni. Nem. Azok egy másik kultúrában élnek. Aki elmegy például Dél-Kelet-Ázsiába, látja azt, hogy megáll az idő, megállt az idő. Oda be lehet ezt a buddhizmust helyezni. Nyugati kultúrába is lehet, de nagyon nehéz. És bizony-bizony ebben a világban, hogy a pénz körül forog minden, ez nem tesz jót a buddhizmusnak. Én is így gondolom. Ferikém, gondolom, hogy mivel, hogy én is birkozó vagyok, te is birkozó voltál, és dzsúdos, ugye, én is zenész vagyok, te is jártál zenesuliba, hát most akkor fel kellett tenni neked egy komolyabb kérdést, mert ez így nem jó, hogy ilyen komolytalan kérdésekkel közelítelek meg. Legyen már valami nehéz neked is, tehát ne csak nekem legyenek nehezek a dolgok. Ferikém, menjünk el Távol-Keletről, mondjuk. Szerinted mikor kezdődött az első kultúra megjelenése? Tehát szerinted mikor jelenhetett meg az első kultúra a Földön? És egy kicsit hasonlítsd össze nekem mondjuk a kínai kultúrát, mondjuk a keltaiak. Tehát erről a részről beszélj nekem egy kicsikét, hogy te, mint ilyen keletkutató, hogy látod te szemeddel, hogy mikor indulhatott a Földön ez a kultúra? Mert olyan sokféle dolog terjeng. A kínai kultúrát 5000 évesre teszik. Ugye volt az egyiptomi kultúra, volt a kelta kultúra, a kultúrkör. Én nem mernék ebben állást foglalni, nem mernék állást foglalni, mert így mindenki. Ki mer? Senki. Mindenki a saját igazát védi.
Tehát mindenki azt, ami esetleg, ha egy kutatóról van szó, vagy csak egy adott területnek a szerelmeséről van szó, az természetesen azonnal csak azt a szemléletet kívánja elfogadni és vallani, és nagyon ritka az a kutató, aki azt mondja, hogy hát igen, a másik is. Ez ugyanolyan, mint a magyar nyelvvel kapcsolatos megnyilvánulások. Finugor, vagy nem finugor. Tehát vannak bizonyos részek, tehát bizonyos kutatók és bizonyos okos emberek, akik azt mondják, hogy jó, hát ez a finugor nyelvcsaládhoz való tartozás, ez elfogadható, de azért ez nem egészen így van, mert azért nekünk a török nyelvű népekhez sokkal több közünk van, mint a finnugorokhoz. Én is ugyanezt a török vonalat képviselem, de ez nem azt jelenti, hogy tagadom a finnugor vonalat. Tehát nagyon-nagyon hosszú időnek kell még eltelni ahhoz, hogy ez véglegesen, ha egyáltalán lehet ezt véglegesen tisztázni, én azt hiszem, hogy nem. Ázsia, Belső Ázsia, Közép-Ázsia, ahonnan mi elindultunk, illetve ezek a népek elindultak, egy olyan eszméletlen, olvasztó tégeje volt a törzs szövetségeknek és a törzseknek, és olyan sok irányba ágaztak szerte szét, hogy ezt így nem lehet, és olyan hosszú idő telt el, amikor ezt így nem lehet kijelenteni. Szerinted mondjuk ma a kutatók tudják azt, hogy Egyiptomban ennek a csodálatos piramisok hogy épültek, mert ugye többféle információ volt arról, hogy ugye feltöltötték vízzel, úgy próbálták felemelni ezeket a köveket. Ezek elméletek. És hát, hogy csúsztatták fán mindenen, meg hogy csiszolták ezeket a köveket. Szerinted a te elméleted szerint melyik közelítheti meg a valóságot, hogy kerültek ezek a piramisok oda, mert hát ezek nagyon nagyok, és iszonyatos sok munka által kerültek oda a helyükre. Nyiba, nem merek állást foglalni, mert a... Akkor te lehet, hogy értesz valamit a világhoz. Nem merek állást foglalni, mert lehet, hogy azok a barátaim, mert akikkel egy vagy két sör mellett vitatkozunk ezekről a dolgokról, más egy étterembe vagy egy vendéglátóipari helyen való vitatkozás, mint egy népszerűnek, igen, népszerűnek mondható rádióban ilyet elmondani, tehát ezt nem merem. Mert ugyanígy hozzáfűzhetném azt is, hogy Erich von Denikennek is van egy külön elképzelése például erről a piramis dolgokról, hogy a földön kívüliek hozták és készítették, tehát ezt így nem lehet. De hogyha egy egyiptológusnak ezt mondom, hogy Deniken, az kiszalad a világból, holott azért a Denikent is ugyanúgy meg kellene hallgatni, mert azért vannak olyan dolgok, amit elég érthetően magyaráz el, és eléggé alá tudja támasztani a dolgot. Nem merek ebbe állásolni. Hát akkor most mit lépsz ugye Amerika felfedezésére 1492-ben? Írott dolgok, az már más. Na de várjál. Az írott dolog. Ott is ugye volt ez a Thor Heyerdahl-os féle... Igen, de azért az már valahogy írva van. Hajók, hogy eljutottak különféle ilyen... Többszöri süllyedés után, többszöri süllyedés után, de az igazság az, hogy az már egy írott, papírra vetett dolog, tehát nem csak szájhagyomány útján terjedt, és nem csak kőbe vésve, amit még nem teljesen tudnak megfejteni, meg tudják fejteni, de lehet, hogy pont mást jelent az, ami esetleg 5000 éve, vagy 3000, vagy 2500 évvel ezelőtt rögzítettek ilyen formában, de azért mondjuk az 1400-as, 1500-as években már kijöttünk a jócskán, nagyon-nagyon okos emberek voltak, és nagyon-nagyon erősen fejlődött a tudomány akkor már. Hát mert ugye azt se tudtad, hogy 1492-ben jó néhány magyar is ült Kolumbusz hajóján, méghozzá 125, akik benne voltak Amerika felfedezésében. Ez is egyfajta megközelítés, hiszen ha azt mondjuk, hogy a pálosok, szerzetesek, akik remeték, illetve harcosok is voltak, és annak idején Mátyás király és Izabella hercegnő nagyon jó viszonyban voltak, és hát szerették volna, hogyha ez a pálos keresztény kultúra eljut Indiába, de hát Amerikába kötött ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor hallgassunk meg erről egy dalt, melynek címe Pálos himnusz.
testét. Földbe hantolták a fohász égő szár. Krisztus a földön jár, várom mennyország. Hullámokon jár, az új világon át. Városok vagyunk, Isten az Urunk. A keresztény hitet a földön szétszórjuk. Városok vagyunk, Isten az Urunk. Kolumbusz hajói útnak indulunk. Indul a hajó India felé. Partapé Amerika földjén. Probléma az, hogy úgy igaziból is fogy az időnk, tehát nem csak a műsoridő fogy, hanem rövidül az életünk, mert ugye aki 100 évig él, néhány másodperccel, néhány órával, néhány nappal, héttel, évvel már kevesebb ideje van hátra. És hát mi nem tudjuk, hogy még meddig élünk, tehát fogy a mi időnk is, de hát bízzunk benne a sokáig, Ferikém. Az élő legenda Őskövület című műsort halljátok a 98-as megahertzen a Civil Rádióban, és már nem sok időnk van hátra. Ez az utolsó megszólalás, és akkor jön a következő műsor. Ferikém, akkor összegezzünk itt egy kicsikét. Te, mint bölcsember, aki már sok mindent megéltél, nagyon sok mindennel foglalkoztál, rálátásod van a világra, bejártad a keleti kultúrákat, Magyarországon is sok mindent tettél, hogy jobb legyen ez az ország. Jó irányba haladunk mi emberek. Van remény, hogy visszatérjünk az igazi jó útra? Én azt hiszem, hogy igen. És hangsúlyozom, hogy ez teljesen politikai mentesen, azt mondom, igen. Az embereknek az kell, hogy egymás segítsék, és egymás segítségével haladjanak előre, és én esküszöm a környezetvédelemre, mert a környezet
ahogy tönkre tesszük magunk körül a környezetet, az okozza a mi vesztünket. Mert ilyeneket el sem mertem mondani, hogy tulajdonképpen te ilyennel is foglalkozol, ilyen helyen is dolgozol, de hát most tudod, minden nem fél bele egy ilyen műsorban, hát azért mit várunk pedig? Hát tudod, szoktam mondani, hogy egy csomó mindent le kell tagadnom az életemből, mert különben azt hiszik, hogy hiteltelen vagyok. Csak egyet elfelejtenek az emberek, hogy amikor ők pihengetnek, akkor én mindig csinálok valamit. Például most egy műsort vezetek, és egy olyan emberrel beszélgetek, aki jó dolgokat mond. Tehát Ferikém, akkor mi a mi útunk? A mi útunk? Csak azt tudom mondani, hogy szeressük egymást, és segítsük egymást, és jó indulattal gondoljunk egymásra, és semmi más nem kell, csak hogy jó indulat, ne ártsunk a másiknak. Ha már nem tudunk segíteni, akkor inkább ne ártsunk. De én azt mondom, hogy ez a legfontosabb, a szeretet. Tulajdonképp minden vallás, minden nemzet ezt szeretné, igaz, nagyon kevesen tesznek érte. De én azt mondom, hogy mi magyarok, én soha nem voltak nacionalista megnyilvánulásaim, de mi magyarok jó emberek vagyunk, hisz ezt el is ismerik mindenhol. A magyar szónak ereje a világot megrengette. Örök sorsunk, otthonunk, Magyarország. Ősi mondáink szerint a történelem rég megért. Tudósainkat elismerik, Magyarország. Megnyílt a világ és a szív, a magyar érzés nemesít. Az örök vágyból megtértek, hazatértek, őseink, földfiai magyarok, büszkék és szabadok, őseink, földfiai magyarok, ne fogjon átok rajtatok. Én is úgy gondolom, hogy egy nemes nemzet vagyunk, néha túl okosak, sőt, néha a saját eszünkön is túljárunk, de valahogy mindenhol a világon, bárhol is van magyar, mindig jól jönnek ki a dolgokból. Akkor ebben a néhány percben még talán azt foglaljuk össze, hogy oké, Ferikém, te nem szereted a pénzt. Én sem szeretem olyan nagyon. Sőt, mondhatom azt, hogy úgy igazából nem is szeretném. Csak azt szeretném elérni, hogy azokat a dolgokat meg tudjam csinálni, amit fontosnak tartok az emberiség számára. Persze az nem biztos, hogy az a fontos, amit én arról, amiről én azt gondolom, hogy fontos. De mégis valamilyen szinten szükségünk van a pénzre, hiszen nem ülhetnénk itt a stúdióban, nem beszélgethetnénk, hiszen maga a rádiódás is horribilis összegbe kerül. Maga az, amit nap mint nap magunkhoz veszünk, úgy tudásban, mint élelemben, vagy bármilyen, minden pénzbe kerül. Feri, akkor mi lenne a jó út, hogy valahol enni is tudjunk, szórakozni is tudjunk, emberek is maradjunk, de ne kelljen az a pénz. Akkor mi az út? A buddhizmusnak van egy nagyon jó fogalmazása, az arany középút. Ez szó szerint az arany középút. De mi az arany középút? Ezt mindenki egyénileg tudja meghatározni. Ezt mindenki csak egyénileg tudja. Mindenkinek az az arany középút, amit ő maga gondol. Senki nem határozhatja meg, hogy neked mi lenne az arany középút. Ezt neked tudni kell, érezni kell. Ha nem, akkor lehet, hogy van egy-két jó barátod, aki int, hogy Sanyi, kicsit fogjál vissza, vagy Feri, kicsit fogjál vissza. Ha nem teszik a barátaid ezt meg, akkor nem a barátaid. Akkor nem a barátaid. Igen, igazad van, és még az a jó dolog, hogyha az embernek vannak barátai, most ez egy relatív, hogy mit nevezünk barátnak, ki a haver, ki a barát, ki az ismerős, de egy biztos, hogy én is abban hiszek, ha te pozitív vagy, vagy most beszéljünk magamról, ha én pozitív vagyok, ha én olyan energiákat sugározok felétek az emberek felől, hogy megérzik, hogy én nem támadok, nem bántok senkit. Az nem azt jelenti, hogy nem hibázok, vagy nem csinálok rossz dolgokat, de érzik a szándékot. És ha érzik a szándékot, akkor azt mondja, nézd már meg ezt. Most mondhatja azt, hogy nézd már ezt az okos ember, vagy nézd már ezt a hülye ember, vagy nézd már ezt a semmire került, de ez nem akar rosszat. De ez nem akar rosszat, akkor hagyjuk ezt, ne bántsuk mi sem. És hogyha elkezdünk így gondolkodni, akkor szerintem megszűnnek a háborúk, megszűnnek az ellenségeskedések. Mert ugye minden abból indul ki, már sajnos a sportban is, hogy hiába küzdünk egymás ellen, tudat alatt ott van, hogy mindig le akarunk győzni a másikat, mindig jobbak akarunk lenni, tudásban, mindenben, szeretnénk, ha több lenne, mint a másiknak.
de keressük mellette az igazságot, mert olyan, mint igazság, olyan nem létezik, csak van neked is egyfajta igazságod, nekem is, és a kedves hallgatóknak is van egyfajta igazsága. És végül is nem tudjuk, hogy mi az igazság, de az biztos, kedves kollega rá is tüsszentett, Rákosi barátunk rá tüsszentett, hogy tulajdonképpen, ha nem keresnénk az igazságot tovább, tehát amikor én elkezdem hajtani, hogy mi az igazság, és látom, hogy ez az igazság neked olyan nagyon nem tetszik, és akkor megállnék ezzel az igazságkereséssel, és onnantól kezdve boldog ember vagyok, mert hát nem keresem, én viszont tudom, hogy mi az igazság, de hát úgy nem értik a körülöttem lévők. A jelentés, az élet út, a harc végén. Bennem dúló érzelmek nem hallhatók, igazából takar be rongyos akaratom. Kérdés, melyik igazságért kapsz kitüntetést? A hazugság megdicsér, vagy küld a pokol felé. Az igazság, ha jó, másképp mondható, rajtunk múlik az igaz, nem hamis szó. A siker néha megtéveszt, tévútra vezet. Fontos, hogy úgy élj, sorsod büszkén viseld. Az igazság, ha jó, másképp mondható. Rajtunk múlik az igaz, nem hamis szó. Legyen az öröm hontalamban,
hallgat a lelkem mélyén. Az igazság nevet az életem révbe ért, hogy lelkem kitüntetem mások sikerért. Öltő ember a lánykarokban, sír a karló agy. Az értékek hamuvá válnak tűző nap alatt. A tűző. Én ugyanúgy látom, és az utóbbi időkben, mint már mondtam, 50 elmúltam, 54 leszek novemberben, november végén. Szóval a fő... Felékén, bocsánat, hogyha megéred azt a kort, ahogy kinézel, akkor nagyon sokáig fogsz élni. Köszönöm szépen. Tehát én azt mondom, hogy a másikkal, bárkivel szembe, ezt a feleségemtől tanultam, tolerancia, megértés és tolerancia. Nem mindig voltam ilyen bölcsnek mondható, illetve ilyen toleráns, feleségemtől megtanultam. Tolerancia. Igen, még talán van egy percünk, vagy kettő. Nagyon érdekes az, hogy mondjuk mész a városban, és látsz ott hajléktalanokat. És akkor azt mondja az ember, hogy jó, hát most mit számít, adok neki 50 vagy 100 forintot. És oda mész és adsz neki. És mindig nem teheted meg, mert akkor elfogyna minden pénzed, de néha ad az ember, néha megdobban a lelkismeret, és azt mondod, hogy igen, segítek. De utána lelassítasz autóval a piros lámpánál, és lehúzod az ablakot, mert ott szólnak hozzá, visszaszólok normálisan, és néha úgy veszem észre, hogy bizonyos emberek betanulják azt a fajta mozgást, járást, mint ami mondjuk egy beteg ember, és akkor megsajnálod, és adsz neki, és azt utána meglátod másnap a szomszéd utcába, meg szalad. Semmi baja nincs. És ilyenkor az ember úgy elgondolkodik, hogy tulajdonképpen mi lenne a jó út, de valahol nem tudod eldönteni, hogy melyik a valós, melyik a valótlan, és néha azt mondom, nem baj, ha nem igaz, adok, aztán majd az élet úgyis elrendezi. Úgyis mindig minden jót visszakapok az élettől, vagy így, vagy úgy, mert már láttam ilyet, meg ehhez hasonló dolgokat, és soha nem szabad pálcát törni más felett, mert nem tudjuk, hogy vele mi történt. Lehet, hogy az édesapját, az édesanyját, lehet, hogy épp a gyerekét veszített el, lehet, hogy épp egy árvíz vitt el a vagyonát. Tehát az, hogy felelőtlenül dönteni valaki felett, és azt mondod, hogy ez a hülye, mit keresíted a csavargó szélhámos, menjen el dolgozni. De most volt egy sztori, ezt még röviden elmondom, és aztán vége is a műsornak, hogy egy autó, lerobbant az autóm, és kértem ott egy ilyen hajléktalant, hogy segítsen megtolni. Tolta 5 métert, és azt mondta, hogy nem, ő nem tolja, mert nem bírja a szíve. Mondom, kedves barátom, ezért vitte csak ennyire. Mondom, szép napot neked. És utána kiúrott egy üzletvezető egy üzletből, aki egy üzletet vezetett, és megtolta az autót. Tehát ilyen egyszerű dolgok. Tehát tulajdonképpen mindent saját magunknak köszönhetünk, jót, rosszat. A mi döntésünk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mik leszünk, és hogy élünk. Végszó Simegi Ferenc, és vége a műsornak. Békesség minden hallgatónak. Nem szeretnéd fokozni ezt? Nem. Békesség, ez megfogalmazok mindent. Szeretet, békesség minden hallgatónak. Tehát az élet maga a csoda. Örülj hát a létnek. Téged pótolni nem lehet, újra meg nem születhetsz. Az életnél szebbet, jobbat
még senki nem talált fel. A műsort Németh Nyiba Sándor vezette, vendégem volt Sümegi Ferenc, birkózó, judo Európa világbajnoki bronzérmes, nyomozó, egykori zeneiskolába járó ember, keletkutató, és most pedig a környezetet védi. Ferikém, köszönöm, hogy a barátod lehetek. Szép napot. Köszönöm szépen a meghívást. És köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket.